Egy perces kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak. Miért nem biztosítanak elegendő forrást a településeknek önkormányzati kötelező feladatok ellátására címmel? Szabó Sándor képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Azt gondolom, hogy közeledve az önkormányzatok napjához mindenképpen legalább ilyenkor szükséges egyfajta mérleget vonni a települések működéséről, illetve az állam által biztosított forrásokról. Meghallottuk előbb államtitkárulat is valóban, hogy ugye jobban teljesít a kormány, jobban teljesít az ország, immár 3 éve, akkor azt gondolom, hogy sokkal több illethetné meg az önkormányzatokat. Noha pedig azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer egyes feladatmutatók tekintetében szinte évről éve változatlan formában kapnak a települések támogatást. Egyes feladatok a mai napig nem, vagy csak minimális mértékben finanszírozottak. Ilyenek például a szociális és gyermekjóléti feladatok, amelyekből ugye látjuk, hogy szinte teljes egészében kivonult az állam, a településekre bízza a települési támogatás keretében, hogy biztosítsa forrásokat. Sorolhatnánk ide a házi orvosi központi ügyeletet a 30 ezer fő alatti településeken, a gyepmesteri szolgálatot, a közös önkormányzati hivatalokat, és még a könyvtáris kulturális tevékenységek finanszírozását is, amely nem kellőképpen lefinanszírozott. Már a költségvetéshez módosító javaslattal éltünk, amit egyébként évek óta megteszünk, hogy az önkormányzatok finanszírozása nagyobb legyen, ami egyébként történetesen összecseng a települési önkormányzatok országos szövetségének a megállapításaival is, ami pedig arról szól, hogy a személyi jövedelemadó egy jelentős részét lehetne helyben hagyni, mint ahogy az korábban is volt, valamint a gépjármű adó 40%-a helyett 80%-a maradjon a településeken, infrastruktúrális fejlesztések és beruházásokhoz egyaránt. Nekünk az a célunk, hogy a települések előrelátható módon, kiszámítható módon gazdálkodhassanak, ez pedig nem megy másképp, mint a források méltányos, észszerű és igazságos elosztásával. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat, hogy egyrészt támogatja-e az ismételten benyújtott javaslatunkat, hogy az önkormányzatok nagyobb forráshoz jussanak, és biztosítanak-e nagyobb forrás, több forrás, különösen a kis települések számára, hogy a működésüket el tudják látni. Köszönöm, várom válaszát. Köszönöm, Szabó Sándor képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Pogácsás Tibor államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Hát egy időszak volt, amikor azt gondolom, hogy az ön jó szándéka és a javaslatai nagyon sokat használhattak volna az önkormányzatoknak és az önkormányzati rendszernek, akkor nem sikerült, hiszen az önkormányzati rendszer teljes mértékben eladósodott és a csőd szélére került. Elég csak arra utalni, amikor 2008-ban nemes egyszerűséggel a megyei önkormányzatok finanszírozásából kihúzták az illetménybevételeket, és ezzel a megyei önkormányzatok gyakorlatilag működésképtelenné váltak, mindezt azért, mert ugye az önkormányzati választásokat nem önök nyerték. Az önkormányzati rendszer működése, ma elmondhatjuk, hogy stabil, a finanszírozás 3 fő alapon nyugszik. Egyfelől a feladatfinanszírozás biztosítja a feladatokhoz szükséges forrást, másfelől az önkormányzatok saját bevételei, és azok az önkormányzatok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő saját bevétellel, és a feladatok ellátásában pillanatnyi zavar keletkezik, az önkormányzatok rendkívüli támogatásából juthatnak forráshoz. Az látható, hogy a rendkívüli támogatást igénylő önkormányzatok száma nagyon lassan ugyan, de csökken, és az is látható, hogy az önkormányzati zárszámadásoknál az elmúlt 3 évben folyamatosan növekvő pozitív szaldóval zárnak az önkormányzatok. Az önkormányzati rendszer finanszírozásában ugyanakkor nyilvánvalóan szükség van differenciálásra, különösen a bevétellel nem rendelkező kis települések esetén szükséges egy pozitív támogatás, a 10 000 forint per fő egy főre jutó adóerőképesség alatti önkormányzatok egy-egy feladatra adott esetben 100% fölötti támogatást is kapnak, még a 32 000 forint adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok az fölöttiek adott esetben nem kapnak támogatást, vagy csökkentett támogatást kapnak. Ez a kiegyenlítő rendszer működik és segíti az önkormányzatok működését. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Pogácsás Tibor államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, László Imre, a DK.